magyar az, akinek fáj Trianon, és fáj annak a több százezer magyarnak a nyugatra vándorlása, akik az elmúlt években hagyták itt ezt a hazát. Több százezer ember él Magyarország határain kívül, akiknek alapvető joga lenne az, hogy ugyanúgy szavazhassanak olyan könnyen, mint ahogy bárki más. Szabad demokráciában, ahol szabad választások vannak, ott valahogy mindenkinek egyelő esélyeket kell adni ahhoz, hogy ki tudja fejezni az álláspontját, a tekintetben, hogy ki gyakorolja a hatalmat. Hogy a magyarság az egyetemes. Hát nincs elsőrendű magyarság és másodrendű magyarság. Nagyon sokan a rendszer miatt menekültek el, és pont abban gátolja meg őket a rendszer, hogy változtatni tudjanak rajta. Az nem oké, hogyha a határ lépett át téged, akkor elsőrendű magyar vagy, aki szavazhat levélben, míg ha te lépted át a határt, akkor másodrendű magyar vagy, aki nem szavazhat levélben. Az egész állampolgári közösségen belül történik egy teljesen indokolatlan diszkrimináció. Magyarországról többen elutaztak külföldre, ott vállaltak munkát, elsődlegesen azért, mert a magyarországi esélyeik nem voltak megfelelőek. Következésképpen nagyon könnyen elképzelhető, hogy ők nem lesznek kormánypárti szavazók. Mert hogy a jelenlegi kormánynak az áll érdekében, hogy a határon túli magyarok minél könnyebben tudjanak rájuk szavazni. A nagyszüleim, illetve a nagybátyámék, akik Székelyföldön élnek, ők tudnak levélben szavazni, míg például a testvérem, aki az Egyesült Államokban tanul, neki erre nincsen lehetősége. Külföldön dolgozó magyaroknak ugye miért nem jár az a könnyítés, az a privilégium, hogy ők egyszerűen levélben szavazhassanak, akárcsak mondjuk a határon túliak? Nagyon sokan olyan országban tartózkodnak, ahol abszolút nem lehetséges a szavazás, és sokszor emiatt át kell menniük másik országba, hogy egyáltalán szavazni tudjanak. Van egy húgom, aki hosszú évek óta él Amerikában. Egyszer sem szavazott, amióta kint van. 500 kilométert kellett volna legutóbb is megtennie azért, hogy leadhassa a voksát. Míg ez a határon túli magyarjaink számára egy megoldott kérdés, hiszen leadhatják levélben a szavazatukat. Az én húgom nem. Az, hogy van egy magyar állampolgár Nagyváradon, és van egy magyar állampolgár mondjuk a lányom a Kanári-szigeteken, akkor az hogy lehet, hogy az egyik szavazhat levélben, és az én lányom azóta esetben nem szavazhat levélben? A levél szavazás intézménye az azt a problémát kívánja orvosolni, hogy valaki nincs abban a helyzetben, nincs abban az élethelyzetben, hogy Magyarországon tudjon élni a választójogával a választás napján. Minden magyar magyar, ilyen az bárhol is, a világ bármely pontján, az ő szava is számít, és tőle is több lesz, az ő szavazatától is több lesz ez az ország. Szavazhassanak levélben, felelősséggel, hazájukért tenni akaró és megbecsült honfitársainként, miként ez a jog helyesen megilleti az önhibájukon kívül határainkon túlrekedt magyar honfitársainkat. Hiszen megkönnyíteni azt, hogy éljünk a jogainkkal, minden államnak a kötelessége és a felelőssége is. Hogy ezt a lehetőséget meg kéne adni azoknak is, akik pont mondjuk emiatt a kormány miatt kényszerültek elhagyni a barátaikat, a családjukat és hát ugye a hazájukat. Nem lehet az, hogy politikai hasznok mentén határozzuk meg, hogy ki milyen körülmények között szavazhasson. Minden magyar felelős minden magyarért, beleértve az elmúlt években nyugatra szakadt magyarokat is. Kötelességemnek érzem, hogy szót emeljek amellett, hogy a külföldön élő, dolgozó magyarok is szavazhassanak levélben, és a szavazatukkal befolyásolhassák, alakíthassák az itthon hagyott, az itthon maradt rokonaik, családtagjaik életét. Ha fontos a határon túli magyarság, akkor az vonatkozzon minden határon túli magyarra, függetlenül attól, hogy ő lépte át a határt, vagy a határ lépte át őt. Látogass meg az onlinenépszavazás.hu-t és szavazz! Legyünk tökösek, legyünk bátrak, bevállalósak, és hát legfőképpen demokratikusak, és nekik is adjuk meg ezt a lehetőséget. A választójog egy olyan jog, amely minden magyart meg kell, hogy illessen. Függetlenül attól, hogy Székelyudvarhelyen termel biomészt, vagy Londonban dolgozik pénzügyi tanácsadóként. Próbáljuk meg visszaépíteni egy téglát abba a düledező falba, amit jogállamnak nevezünk. Látogassunk el az onlinenépszavazás.hu weboldalára, ahol tájékozódjunk, és adjuk le a voksunkat az egyenlő lehetőségekről. Legyünk szószólói,
a külföldön dolgozó magyar állampolgárok ügyének, nyilvánítsunk véleményt az online népszavazáson, hogy ne valljunk szégyent, amikor az utókornak kell számot adnunk. Köszönöm a figyelmüket!